Tour de Hongrie kalandos története úgy tűnik végre a nekijáró mederbe folyhat tovább, hisz a verseny színvonala évről évre stabilan felfelé ível. Az idén már 31 éves körverseny ezúttal is Veszprémből indult, ahol is a csodaszép történelmi belvárosban teljesített a mezőny 3,5 kilométert egyenként indításban. Akiknek ismerősnek tűnik a rajtmódszer, egyáltalán nem a véletlen műve, hogy a nagy testvéren, a Tour de France-on is ekképp startol a mezőny, hisz a hazai szervezők egyre több mindent adaptálnak a világ legismertebb kerékpáros versenyéből. Néhány szóban Veszprémről, melyet a királynék városaként is emlegetnek. Ennek oka, hogy a város székesegyházát első István felesége Gizella alapította a királynék koronázásának előjoga, így a veszprémi püspöké lett. A város az államalapítás körüli évtizedekben már fejedelmi szállás és tartózkodási hely volt, ha tőle nem messze a sziklás fensíkon aratott döntő győzelmet István, az ifjú király, a lázadó pogány herceg Koppány felett. A hagyományaira oly büszke város legjelentősebb programjai, a májusi Gizella napok, illetve a nyári utcazene fesztivál, mely turisták tömegét vonzza Veszprémbe. A 4 kilométeres pályát Veszprém történelmi belvárosában alakították ki, melynek a rövid táv ellenére számos nehézsége is akadt. Például az a macskaköves rész, mely ráadásul elég komoly emelkedőket is magába foglalt, illetve a látványos viadukt, ahol pedig a széllel kellett dacolni a versenyzőknek. A Tour de Hongrie összefoglalóiban a csapatok mellett a versenyt és annak szervezőit is igyekszünk bemutatni, és hogy rögtön az elején kezdjük, lássuk, ki is ül a felvezető autóban és mi az ő feladata. Az engedélyekben általában úgy szerepel, hogy az út menetirány szerinti jobb oldalát vehetjük igénybe, de hát egy 110 kerékpárosnak sokszor kevés, sőt még a teljes út is sokszor kevés, úgyhogy a baloldali járok parton is bicikliznek, attól függően, hogy éppen milyen terepviszony vagy milyen időjárási viszony, gondolok itt az oldalszélre. Ha más nem, a kocsi épségét is kockáztat, de próbáljuk védeni őket, hogy maximálisan, biztonságosan, balesetmentesen bejussanak a célba. Kis György egyébként műsorunk állandó szakértője, és egyben halljuk hát, mit jósolt a prológra. 30 másodpercenként fognak indulni a versenyzők, őt a Veszprém polgármester jóvoltából egy gyönyörű, szép és maximálisan lezárt pályán fognak közlekedni. A versenyünkön részt vesz az ukrán pályaválogatott, amely Sydneyben ezüstérmet szerzett 4000 méteres üldöző csapatversenyben. Két tagja is a csapatnak itt van jelenleg, ők világbajnokságot is nyertek már korábban. Kedvezhet nekik ez a pálya, hiszen a technikás versenyzőknek ez mindig fekszik, ez a sok éles kanyarral tüzdelt pálya. A Pénivó Betonexus FTC első csapatából Lengyel Tamás az, aki itt igen jó időt futhat. Ő két héttel ezelőtt a Gemenci nagydíjon már bizonyított, pályacsúcshoz közeli idővel szerepelt. A hazaiak közül kiemelkedő favorit a Pénivó Beton Express csapata, ezt a vezető Stubán Ferenc is elismeri. Nagyon készültünk, való igaz, és komoly dilemmát okozott nekem, hogy Árvai Attilát vagy Kiskó Gábort rakjam az első csapatba. Hát én Kiskó Gábor mellett döntöttem, remélem, hogy jól. A tavaly még a zöldeket erősítő Remák Zoltán közben már nem a Fradi tagja, de a jó kapcsolat töretlen. Zolival mindig is jó volt a kapcsolat, szerintem jó is lesz, de most meg fogjuk verni. A rajtsorrend sokakat megzavart kicsit, de az indulást senki sem késte le, így a magyarok mellett 13 nemzet fiaiból verbúválódott összesen 14 külföldi csapat gurulhatott le a direkt erre a célra épített emelvényről. A szervezők által csak adrenalin bombaként emlegetett etap alapvetően a keddi immár valós rajt erősorrendjét határozta meg, de a pszichés szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy kin feszülhet a sárga trikó. Az előzetes esélylatolgatásban már hallottuk, hogy kire érdemes figyelni. Kis Györgynek jelentős részt igaza is lett, hisz a mezőny elején rajtoló 21-es rajtszámú Lengyel Tamás kiváló időt repesztve igencsak feladta a leckét társainak. Idejét igazából csak a norvégám, svéd színekben versenyző Christiansen tudta megközelíteni, aki végül a második legjobb kört mente. Remák Zoltánnak sem volt igazán szégyelnivalója, igaz ő célba érésekor egyáltalán nem volt optimista. Nem is tudom, inkább azt, hogy ne veszítsek sokat. Azt hiszem, dobogóra úgysem kerülök, nem szokott jó lenni az ilyen rövidfájás bekezdéseim, úgyhogy nem tudom. De most jó kedved van, úgy látom. Hát most így, hogy már végigmentem, az eső sem esett, tehát így. A többiek azonban rácáfoltak Remákra, hisz ideje a harmadik helyre, azaz a pódiumra volt elég.
A végső sorrend tehát Lengyel Tamás, Christiansen Morten és Remák Zoltán volt, így az összetett elsőségért járó sárga és a legjobb magyarnak járó bordó trikót Lengyel, a pontversenyben vezetőnek járó pirosat képletesen a második Christiansen, a hegyi menőknek dukáló kék trikót pedig Remák Zoltán húzhatta magára. Lengyel sikere azért is különösen értékes, mert magyar bringás még soha nem nyert prólogot a Tour de Hongrie-n. Láttam, hogy én megyek legelőször a csapatból, és én azt hittem, hogy én megyek utoljára a legvégén, és nem volt, úgy éreztem, hogy nincs elég időm, egy órán volt melegíteni, és én többet szoktam. Tehát elmegyek egy kicsit, visszajövök, leülök, most ezt nem lehetett, hanem intenzíven egy órát melegítettem, és aztán rajt. És én ezt nagyon nem szeretem, még a fejem is belefájdult, aztán már rajtnál nem fáj, de előtte nagyon. Nekem nagyon imponált a pálya kialakítása, hiszen feküdt a versenyzési stílusomnak, még a macskaköves rész is. Na és a piros, tetszik? A kedvenc színem. Az az igazság, hogy meglepődtem ezen, de azért örülök neki. Gondolom nem az lesz a cél, hogy ezt megtartsad. Hát persze, hogy mindenképpen a sárga trikó a fő cél, de... végül is, hát ez is jó lenne, hogyha végig rajtam maradna. Azt tudjuk, a fiúk lábában hány kilométer van és a tiédben itt a rohangálástól? Nem értem, de valóban egy kicsit jobban pörgött talán, mint ez megszokott, de hát ez a verseny elég nagy felelősség, és elég komoly rendezvény, igyekszünk mindent jól csinálni. Fogsz tudni aludni este? Nem biztos. Tour de Hongrie keddi napja igen romantikusan indult, hisz a veszprémi prolog után a kerekesek és a teljes kísérő személyzet kompraszált, hogy a déli part egyik legkedveltebb üdülővárosába, Balatonföldvára megérkezve rajtolhasson el a körverseny második leghosszabb szakaszára. Akit reggel elaludt, azt bizony komoly meglepetés érte, a komp ugyanis nem várt. Földvár egyébként a Széchenyi család birtokában alakult ki a 19. században. Az alapos tervezőmunka eredményeként gyönyörű árnyas parkok, tágas terek fogadják az odalátogatókat. A település már több mint 10 éve városi rangot kapott, ám a fejlesztések során igyekeztek figyelembe venni az elődök építési stílusát, megőrizni az értékeket. Színes rendezvény forgatagából kiemelkedik a Bajor-Magyar Találkozó és a Földvár Fesztivál. Az első szakasz már igazi próbatételt jelent a versenyzők számára, nem véletlenül nevezték az igazság pillanatának a szervezők. A földvári rajtot követően a mezőny kelet felé kerülte meg a Balaton, ám igazi hegyek helyett csak lankák szerepeltek az itinerem. Csúcsok helyett a szél okozta a legtöbb problémát, hisz ezt gyakorlatilag végig oldalba kapták, ami cseppet sem könnyítette meg a dolgukat. A táblásember igazi kult figura. A kerékpározás története folyamán hosszú ideig ő jelentette az egyetlen támpontot egy szökésnél, hisz a mezőny innen értesült arról, milyen messze vannak a meglógottak, az előlévők pedig szintén innen olvashatták le, mennyi maradt még az előnyükből. Motorra, amikor megállunk, elkezdjük mérni az időt, mikor a különféle csoportok elhaladnak, az időket fölírjuk a táblára, a motoros társam, tehát aki a motort vezeti, ő írja krétával föl a táblára, én bemondom az időket, tehát nem kell levenni a táblát. A szakasz első felében nagy próbatétel elé nem állnak a versenyzők, a időjárás tekintve valószínűleg hát és oldalszélben fognak hajtani, minimális domborzati viszonyokat leküzdve. A táv második felében Veszprémet megelőző szakaszon kezdődik aztán a Delhad, ugyanis ott már több emelkedővel, hegyi hajrával tarkított szakasz következik. A mai szakaszon a időjárást figyelembe véve nagy esélye van arra, hogy 3-4 bolyra is feloszlik a mezőny, és a szél szétfújja egész egyszerűen a mezőnyt.
Most engem biztos, hogy nem fognak hagyni sárga trikóba annyira menni. Hát általában az szokott lenni, hogy így a prológ után valakik, tehát lesz egy, gondolom, hogy egy elmenés, remélem, hogy minél többen lesznek tőlünk benne, és ez hazaér. Nem hiszem, azt szeretnénk, hogy ne legyen jelentős, tehát ma ne dőljön el a verseny. A földvári rajtot követően a mezőny két promóciós kör teljesítette a városban, majd a táblához érve a gyors rajtot is elengedték. Ahogy az várható volt, szinte már az első kilométereken egymást követték az ellépési kísérletek, sikert azonban egyik sem hozott. 15 kilométernél Müller, Palmer és Jumerholt vezetésével egy 8 fős grupp lépett meg, melynek Kiskó Gábor is tagja lehetett, így az első gyorsasági részhajrálán is közülük került ki a győztes, név szerint Lajza, Müller és Proznovszki szerzett pontokat. Ezt követően a mezőny elhagyta Somogyországot és Fejér megyébe lépett, ahol is 95 kilométernél a második részhajrát a holland Korfán Loven hozta, az előző finis nyerő Lajza és a belga Tua előtt. Nem sokkal később a rettegett ukrán pályaválogatott két ásza, Jakovlev és Guga vezetésével egy négyfős csoport végre sikeres akciót vitt véghez, és megléptek a mezőnytől. A kvartett tagja volt még a szlovák Hetzl, és a prológon már megvillanó norvég Kristiansen is. A harmadik részhajrához is ők négyen érkeztek meg, Jakovlev, Kristiansen, Hetzl sorrendben, előnyük ekkor már közel 3 perc volt. Hetzl később hozta a nap egyetlen hegyi hajráját is. A mezőnyben Elfben a sárga trikós lengyel csapatának, a Fradinak kellett volna megszerveznie az utolérést, ám a zöldek nem különösen erőlködtek a sárga trikó megtartása érdekében. A másik két nagy, a Cycle City és a Podbrezová pedig, mivel tagjai voltak a szökésben, egyáltalán nem dolgozott a szökevények ellen. 20-szal a vége előtt Remák és Lengyel vezetésével egy újabb boly indult a szökevények befogására. A Zolék egyből észrevették, ők hamarabb utolérték az elmenést, mint én a Práznovszkival, plusz még volt egy csapattársuk elől, tehát 3-an voltak, egyből a srác belószolt a Práznovszki. Persze én fölértem, és egyből vezethettem utána a nyílen, hogy ne legyen nagy az időkülönbség. A füredi Tagore sétányon rendezett sprintbefutót Práznovszki bírta a legjobban, így önnyerte az első etapot Kristiansen és Remák előtt. Összességében bevált a taktikánk, mivel csapattársunknak sikerült megszöknie, és végig az élen tudott maradni, nekünk a mezőnyben nem igazán kellett dolgozni. Amikor Lengyel Tomi próbálkozott, éreztem, hogy vele kell menni, nem kis rész csapattársamnak, Remáknak köszönhetően sikerült megnyernem a szakaszt. A vége az végül is nagyon jól sikerült, nem is számítottam erre a befejezésre. Hát így az elején, közepén nem éreztem magam a legjobban, főleg így az oldalszélben, de végül is közülünk sikerült elmenni valakinek az elmenéssel, úgyhogy nekünk ez jó volt. Sajnos a fradiságnak kellett, nem nekünk sajnos, hanem nekik sajnos, nekik kellett végül is irányítani a versenyt hátul. A futam után természetesen a trikók is újra gazdára találtak. Kristiansen a pirosat sárgára cserélte, így összetettben ő vezet. A szakaszgyőztes Práznovszki a gyorsasági pontverseny piros trikóját húzhatta magára. A hegyi pontversenyben 100%-os Hetzl szerdán kékben teker, Lengyel Tamás pedig a legjobb magyarnak járó bordó trikót kapta a legendás füredi Anna Bál szépeitől. Kíváncsiak voltunk a sportág egyik avatott tekintélyének véleményére is. A csodálatos veszprémi prológ és a mai első szakasz azt mutatja, hogy a Tour de France után a magyar kerékpáros körverseny is felvett olyan részeket, ami tulajdonképpen hasonlít már a nagy körversenyekhez, és hát az iram az pedig óriási. Meglepően jó a norvég Kristiansen, én nem hittem volna, hogy ennyire jó csapattal érkeznek ide, és azért ne feledjük el, hogy ott van egy világbajnok, és egy idei világkupa győztes. Dudáról nem szabad megfeledkezni, az ukrán fiúról. 4000 méteren ő volt a világkupa győztese, és az olimpia egyik esélyese 4000 méteren az ausztrál McGee-vel fog meccselni. Ő szerintem edzeni jött ide. Lengyel Tamásról annyit, hogy szerintem élete formájában van, és ő ezt a versenyt csak elveszítheti. Ha a meccseki szerpentineken okos, és a kékestetői királyszakaszony bírja, akkor a csapata segíti, ő mondom, csak elveszítheti ezt a versenyt. Nagyon erős a szlovák csapat. Érdekes, hogy Remák Zoli nem tudja eldönteni, most Lengyelnek, a barátjának segítsen, vagy a csapattársának. Ez egy nagyon aranyos dolog, ezt épp a mai szakaszon figyeltem, hogy nem tudta eldönteni, most a Lengyel, akivel a legjobb haver, vagy pedig Praznovszkit segítse. Végül is ez is egy színfoltja a körversenynek.
A rajtnál és a befutónál is feltűnt valaki, akiről mindenki tudja, hogy nagy sportkedvelő. Tizenvalány éve nézem a Tour de France-ot, akkor kihőgött mindenki, most már az összes barátom egész nyáron a Tour de France-ot nézi. És ha már a Balatonon van az idei magyar túr, akkor természetesen ott voltam Földváron. Százszor mentem át, mert azt hittem, hogy polgári felé biciklizenek, de gyakorlatilag százszor is maradhattam volna, mert arra indultak el. Itt viszont addig ügyeskedtünk, amíg 30 másodpercet késtünk, úgyhogy pont láttuk a 30-at befutni. Az első szakasz rajtja után szerdán is Balatonföldváról startolt a mezőny, és ennek nem csak az árnyas parkjairól híres üdülőhely látogatói örültek, hanem úgy tűnt maguk a versenyzők is, hiszen indulás előtt sokan fogyasztottak el egy pár igazi Balatonparti strandon készült palacsintát, még úgy is, hogy újfent nem ígérkezett strandidő az előttük álló etapon. 167 kilométer megtétele volt a cél, az útvonal Somogy és Tolna megyén át Baranyába vezetett, három részhajrával és ugyanennyi hegyi hajrával, köztük egy első kategóriás emelkedővel, és a pécsi befutónál természetesen egy kis macskakővel. A szerdai napon csak másodperceken múlott, hogy egy vonat érkezése nem tartotta fel a kettészakadt mezőny egyik felé. A szabályok szerint ilyenkor, ha a szökevényeket tartja fel a jármű, akkor a mezőny nem indulhat el addig, amíg helyre nem áll az addigi különbség, ha fordítva, akkor elől megállítják a szökevényeket, amíg el nem indul a mezőny. A szabály jó, de a szervezőknél senki sem örült jobban, hogy a rengeteg plusz intézkedéssel járó eseményt egy napon belül sikerült ragulósan kétszer is elkerülni. Nevezhetnénk király etapnak a mait, azonban ne feledjük, hogy lesz még egy kékestetői befutó, ami aztán Isten igazából a legnehezebb szakasz lesz a versenyen, azt hívjuk inkább király etapnak. Ennek a versenynek a második szakasznak a második fele, amikor a mecsekbe kezdünk el felfelé mászni, nagyon kemény lesz. Azon kívül szeretném még megemlíteni a pécsi befutót, ami a főszervező Eisenkramer Károly jóvoltából igencsak technikásra és keményre sikeredett. A tévétorony aljától leereszkedünk a Széchenyi térre, majd egy körpályán még kétszer nagyon-nagyon kemény lejtőket is teljesít a mezőny, ahol nagyon nagy technikai ügyességet kíván a versenyzőktől. Még el sem kezdődött igazán a szerdai etap, amikor egy 6 fős szökés vette kezdetét, melyhez hamarosan 8-an csatlakoztak, így 14-en tekertek abban az élbolyban, amely szédületes tempó diktálva 22 kilométernél már 6 perccel vezetett a főmezőny előtt. Elő volt Remák Zoltán is, aki csapattársával együtt csak Fondorlattal szökhetett meg. Én mentem, láttam, hogy a Remák Zoli megy, és nekem az volt kérdő, hogy a Remák Zoli és a Prázdnovszkira figyeljek, aki tánap nyert, tehát ő, ugye mind a kettőt jól ismerem. Csak éppen hát ők se bolondok, felvált valószolgattak. Minden elmér, hol az egyik, hol a másik, egyedül nem lehet őket tartani. Elmentek, utána én gondoltam, hogy fölmegyek rájuk. Na akkor a sárgatikosnak is eszébe jutott, hogy akkor ő is mégis jön. A Tab és Tamási településeken kijelölt részhajrákat fölényesen az ukrán Diudia nyerte, így 53 kilométer után már 6 pont nehezítette a zsebeit, ám míg ő szárnyalt, addig az ausztrál Thuo alászállt, vagyis bukott egy nagyot. A csapata percekig szerelte sikertelenül a sérült kerékpárt, ám végül hamarosan az élmezőny után suhanhatott ő is, hősies, ám vitatott felzárkózásának később nem kis jutalma le. A verseny első felében éppen egy kulacsot próbáltam kivenni a kísérőautóból, amikor a vizes úton megcsúsztam és elestem. A csapat megszerelte a bringát, szerencsém volt. A dombóvári hajránál megint Diudia sprintelt a legjobban, ám ezzel ő le is tudta a napi penzumját, a 9 pontot. Az orrfűi emelkedőre érkező szökevények foggal körömmel ragaszkodtak az előnyükhöz, ami vészesen fogyott a közel 60 km/órás sebességgel haladó mezőny előtt. Ám komoly hibának bizonyult, hogy így is későn indítottak a leszakadók, mert az első hegyen széthullott a közös offenzívájuk, és már sejteni lehetett, hogy nem érik utol a meglépett 14 kerekest. Ekkor elől is változott a helyzet, fellazult a boly, és meg is lépett a címvédő Remák Zoltán és az FTC-s Garamszegi László. Az első kategóriás hegyi hajrát Remák nyerte, mögötte a korábban bukó ausztrállal, a Fradi bringása pehére ilyen kiélezett helyzetben kapott defektet és lemaradt.
míg előketten száguldoztak Pécs régi belvárosában kacskaringós utakon, addig a lemaradtak is élvezték a sebességet. A nap még két hátralévő hegyi hajráját Philippe Thuo nyerte, aki meg tudta előzni Remák Zoltánt egyik kedvenc szakaszán. Nem csoda tehát, hogy ő nyerte a napi etapot, mi több jó idő eredményével a sárga trikót is magára ölthette. Irtózatosan nehéz volt a szakasz, attól függetlenül, hogy éppen jól ment az embernek, vagy sem. Az utolsó két emelkedő különösen kivett belőlem, de szerintem mindenki másból is. A győztes után meglátogattuk a nap kétségkívül legrosszabbul járt bringását, aki vigasztalhatatlannak bizonyult. A szerencse az nem volt velem. Remák Zolival elnyomtuk ketten, csináltunk egy elmenést, és onnan ledefekteltem. Aztán nem tudtam már fölzárkozni rájuk, és hát aztán így alakult, hogy a végén még a mezőny is hátba, egy ilyen ötfős sor hátba vágott, és még a dobogóra se tudtam fölállni. A csütörtöki csapatidő futam után azonban minden esélye meg lesz Garamszegének és az FTC-nek, hogy dobogóra álljon, és ehhez már meg is van a zöldfehérek újszerű taktikája. Most nem tudom, hogy hanyadik vagyok összetettben, meg hogy áll a lista. Hát azért biztos van hátrányunk az ausztrál sráchoz képest, de szerintem mindenképpen az lesz, hogy az életünk árán is megpróbáljuk róla leszedni. Főleg így, hogy szerintem jó csapata van, de azért az Oliék is, meg mi is fogjuk felváltva támadni. Hát azért csak a szomszédos országok nagy uniós barátsága az fontosabb, mint egy ausztrál nyerjen. Bam, 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 A 31. Tour de Hongrie egyre fáradtabb mezőnye csütörtök reggel korán ébredt, hisz a pécsi befutót követően másnapár Békés Csabáról rajtolt a mezőny. A több mint 250 kilométeres út abszolválása is különböző technikákkal történt, hisz míg a Ferencváros már este útra kelt, így kettőre értek Csabára, addig a többiek csak másnap reggel indultak. Viharsarok vagy a délkelet kapuja. Békés Csabát sokan sokféleképpen nevezik, de tény, hogy a 70.000-es város az első világháború után Arad és Nagyvárad feladatát vette át a régióban. Sportéletéről is elhíresült település a kerékpársportnak is jelentős hazai bástyája. A régió másik kolbásznagyhatalma, Gyula, színes kultúréletével és gyógyfürdőivel az Alföld gyöngyszeme nevet vívta ki magának. A nyugalmat és szépséget sugárzó 34 ezer lakosú város 800 éves történelme is komoly turista vonzerő. A csapatidőfutam összességében külön verseny a versenyben. A Békés Csaba-Gyula közti távolságot oda-vissza megtéve 45 km várt a mezőnyre, mely igazából semmilyen nehézséggel nem járt, hiszen se szintkülönbséggel, sem komolyabb széllel nem kellett számolniuk a kerekeseknek. Vanik Zoltán két éve nyerte meg a Tour de Hongrie-t, akkor még a postás színeiben. Sikereim felbuzdulva saját csapat létrehozásán is gondolkodott, ez azonban nem jött össze. Az idei Tour eddig nem sok sikert hozott számára, kíváncsiak voltunk vajon miért. Én tegnap belázasodtam, meg egész versenyen nem érzem magam jól, most már csak hőemelkedésem van szerencsére. Úgyhogy én próbálok valahogy lépést tartani, tehát vagy beállok forogni, ha lesz elég erőm, megvezetni, ha nem, akkor megpróbálom a csapat mögött kihúzni, és aztán beírni, ahogy tudok. Érdekes egy verseny, nagyon látványos, hiszen nagyon nagy a sebesség. Azon kívül a szemnek is nagyon szép esztétikai élményt nyújt, hiszen 6 fő szinte egy ritmusra teker, egyforma kerékpárokkal, egyforma mezekben. A mai szakaszon én úgy érzem, hogy a Fénivo Beton Express első csapata végre megörvendezteti a hazai szurkolókat. A csapatukban három olyan versenyző is van, akik az idei időfutambajnokságon, egyéni időfutambajnokságon az első hatban szerepeltek. A csapat időfutam az egyik leglátványosabb versenyzési forma.
A hattagú csapat speciálisan erre a szakaszra épített kerékpáron váltott vezetéssel teljesíti a távot, közel 60 km/h teljesítménnyel. A csapatverseny fordított állás szerint rajtol. A postás kezdte, majd 3 perces differenciákkal jöttek az előkelőbb helyeken állók. Abban mindenki egyetértett szakértőnkkel, hogy a 3 nagy, azaz a Podbrezová, a Fradi és az ukrán pályaválogatott közül kerülhet ki a győztes. Ők hárman rajtoltak utolsóként. A gyulai fordítóhoz a Fradi és az ukrán csapat hajszára azonos idővel érkezett meg. Az viszont már ekkor világosan látszott, hogy a szlovákok remek tempót mennek, és nagyon nehéz lesz őket megverni. Ahogy az a következő képekből is kiderül, a túrhíre bizony mindenhová elér. Tour de Hongrie, ha jól tudom. Az. Valami ausztrál nyert a tegnap. Igen, igen. Ha jól emlékszem a befutóját. Ja tényleg, a Misin átmázták. Nagyon, azt, nagyon jól értesült. Tévé van? Az este mutatta legalábbis a tévébe. Most pedig lássunk egy kis stílusgyakorlatot. A felső képen a P-nívó Beton Express gárdája harmadtávnál, alul pedig a szlovák Podbrezová ugyanott. Jól látszik, hogy a két grupp különböző taktikát használ. A zöldek első embere szinte csak másodperceket tölt vezetéssel, és rögtön váltja őt a második. Ez az úgynevezett lánctalpazás. Ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag két sorban haladnak. A szlovákoknál az élenálló nagyjából 3-szor ennyi ideig vezet, ám utána jóval több időt pihenhet. Mint az a végén kiderült, ezúttal utóbbi volt a sikeres taktika, hiszen a remák vezette szlovákok 53,5 perc alatt éltek célba. Fél perccel megelőzve a világbajnok Poplatajko vezette ukrán egységet, és nagy bánatunkra 50 másodpercet verve a Fradira. A vízválasztónak is titulált Békés Csaba nagydíjat tehát a Podbrezová nyerte, ezáltal a címvédő remák már csütörtökön sárgába öltözhetett. A hegyi pontversenyben vezető Tua a sárga után kékbe öltözhetett, míg a sprinterek versenyében Prasznovszky továbbra is őrzi a piros trikót. A legjobb magyarnak járó Bordeaux szintén maradt lengyelen, ám ő ennek nem feltétlenül örül. Ez így sikerült, jobbak voltak kész, hát nem tudok mit mondani erre. Most nem tudom, hogy az ausztrál srácon mennyit hoztunk, én mindenképpen szeretnék felállni a dobogóra, de most azon leszek, én szerintem őket nagyon már innen levenni, ők nagyon ügyesen dolgoznak együtt, nagyon erősek. Kicsit bíztam benne, de azért teljesen biztos nem voltam. Hát volt mit csinálni az időfutam alatt, hogy azért ez összejöjjön így. Nem sokkal kaptunk ide, de összetettben elég jelentős a hátrányunk. De mindent megteszünk, hogy ezt le tudjuk dolgozni, illetve legalább lecsökkentsük, szakaszgyőzelem mindenféleképpen a cél, és hát Remák Zoli nem fog páholyban besétálni a budapesti befutóra, biztos, hogy megnehezítjük a dolgát. Van még 3 szakasz, közel 500 kilométer, megpróbáljuk a lehetetlenet. Az igazság az, hogy veszettem egy üvegpesgőt, mert én az ukránokra tettem, hogy megnyerik a csapatversenyt. Avval nem számoltam, hogy a szlovákok mindenképpen szeretnék megnyerni az összetett versenyt, és remákért küzdöttek a többiek, és ez volt az eredménye annak, hogy ilyen nagy időt mentek. Én azt mondom, hogy ha Lengyel Tamás nem tudja magát összeszedni a hegyi szakaszon, tehát a Mátrában, akkor nem tudja megnyerni. Bár a verseny elején azt mondtam, hogy csak elveszíteni tudja, szerintem tegnap veszítette el a versenyt, mert egy ilyen képességű versenyzőnek egy ellenfele volt Remák. Tehát, hogyha Remák mögött áll, és csak vele megy bárhova a mezőnyben, akkor nem nézhetett volna egy szökést el, és már 6 perc előnye volt Remáknak, ezt nem lehet ledolgozni. A magyar körverseny leghosszabbnak ígérkező etapja előtt hamar kiderült, hogy pénteken sem fogadja kegyeibe az időjárás a még versenyben lévő kereken 100 biciklistát. Reggel komor esőfelhők lepték be az égboltot, és ugyan a bennük rejlő csapadékot csak a szakasz végén eresztették ki. Ez is elég volt ahhoz, hogy fejfájást okozzanak a versenyzőknek, nem beszélve a szervezőkről, akik ezért B-tervet is készítettek.
IV. Béla király a tatárjárást követően az Alföld közepére, az elpusztult települések helyére költöztette a kunokat, és így alakult ki az itteni vidék egyik legrégebbi, igen jelentős települése, Karcag is. A Nagykunság fővárosa, így is szokták nevezni a vendégszeretetéről híres települést, így nem meglepő, hogy már tavaly is lelkes közönségre lelt itt a túr. A város másik főrendezvénye nem függ szorosan össze a kerekezéssel, de országszerte híres, ez a karcagi bikafőző verseny. So caught up now in pretending. A francia körversenyen hagyományosan közel 100 fős konvoj előzi meg a bringások érkezését. Itthon még nem ilyen nagy ez a csoport, azonban már ide is érkeztek hivatalos óraautók a Tour de France-ról. Autók érdekessége, hogy a rajta lévő két óra az pontos és működik is. És milyen vezetni? Kétféle autó van, az egyik nyitott, a másik zárt. A teljesen nyitottnak az a problémája, hogy semmilyen tetején nincsen. Így esős időszakban egészen izgalmasan alakul az autót vezetni, főleg 100 km per óránál, egyébként annyi a kocsik végsebessége. És úgy látom, hogy itt azért a gyerekek is nagyon élvezik, meg bárki néző, aki odaülhet, megnézheti ezt az autót. Amikor átvettük a két autót a spanyoloktól, akkor úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon sok embert fogja érdekelni, de amikor az események során hozzuk az autót, akkor derül ki, hogy a gyerekek az igazi rajongói ennek a két járműnek. 180 km megtétele volt az előírt mennyiség, jó részt sík szakaszon, sokszor rossz minőségű utakon. Ám az etap vége egy első kategóriás heggyel is büszkélkedhetett, az izgalmakat erre a részre várták. A mai napon 20 km-rel a hegyi vonal előtt fogunk döntést hozni abba, hogy fönt a tetőn van-e a cél, vagy leereszkedünk. Jelenleg átfolyások vannak, kövek, homokok a háromnapos esőzés miatt. Dolgozik egy brigád, aki tisztítja az utat. Ha rendesen megered az eső, esélytelenek vagyunk, akkor ott fönt lesz a cél. Jól jött tehát a B-terv, mert később valóban járhatatlanná vált a hegyi út, így lerövidítették a szakaszt 166 km-re. Az az érdekes, hogy ugye a modern kerékpársportban, mondhatom úgy, hogy egyre gyakrabban, tehát mondjuk minden 15. versenyen van ez, hogy most már. Régen ez elképzelhetetlen volt, egy időjárásra való hivatkozva rövidebb egy szakasz, de olyan, annyira felgyorsult már ez a sport, hogy olyan súlyos balesetek vannak. Nagyon érdekes küzdelmet várok a mai szakasztól, ez egy 180 kilométeres a végén heggyel tarkított szakasz, tehát 130-140 kilométerig síkúton zajlik. Akinek támadnia kell nagyon, az pedig a P-Nivo Beton Express FTC 1-es és 2-es csapata. Stubán Ferenc gondolom ezt nálam 6-szor jobban tudja. Én úgy érzem, nem lehet mindent föltenni a szombati királyetapra, amikor kékestetőn van a cél, már a mai napon is, ha valamit szeretnének keresni az összetett versenyben, akkor már a mai napon is csökkenteni kell a hátrányt. A várhatóan legaktívabb csapat legilletékesebb személyénél érdeklődtünk, hogy vajon mikor várható támadás. Most már vesztenivalónk nincsen, most már nem kell védekeznünk, nem mi vagyunk az esélyesek, tehát támadnunk kell. Mindenféleképpen szeretnénk legalább szakaszt nyerni, illetve az összetett egyéniben is és csapatversenyben is előrébb lépni. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog, de mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. A rajt után közvetlenül olyan esemény történt, amely alapvetően befolyásolta a szakaszt. A versenyben igen előkelő helyen álló bordó trikós lengyel körülbelül 500 méterre a starthelytől óriásit bukott, és hamar kiderült, hogy számára idő előtt véget ért az idei Tour de Hongrie. Első indultunk, egyszerűen fölgyorsultunk 50-re, kiesett valakinek a kulacsa, és ez pont alám gurult, én átugrattam, igen ám, csak most nem tudom, hogy a kulacs tulajdonosa, vagy hogy miért állt meg az az ember, de az egyből bevágta a féket, és amit a mezőnyben azért nem szokás, főleg azért 50-en haladunk akkor, és én mire leérkeztem a földre, már nem is bírtam kikerülni, egyből nekimentem, és akkor még annyi, hogy leszaladtam az útra, de leültem, akkor éreztem, hogy a derekam, igazából komoly bajom nincs, a derekam az, ami nagyon fáj. A múlt héten én okoztam egy hatalmas bukást egy versenyen, ez mindenkivel előfordult, ezért nincs miért haragudnom. Meg mindig azt mondják, hogy aki hátul van, annak kell figyelni. Most ebben az esetben azért ilyet nem szoktak, hogy berántják a féket a mezőn közepén, de csalódott vagyok, igen, mert jó erőben voltam, minden szakaszon nagyon ment, én ma is jól éreztem még magam. A
A bukást 13 km után heverte ki a mezőny, ekkor került sor az első szökésre is. A 32-es kőnél már 14-en haladtak a főmezőny előtt, akkori 20 másodperces előnyük folyamatosan nőtt. A maximum 2,5 perc volt az üldözők és köztük, mire azonban Miskolcra értek, már 1 perc alá olvadt az előny. Látótávolságon belül ellépett a mezőnytől a német Udo Müller, és utolérte a szökevényeket. Majd mikor az a csoport széthullott az első kategóriás hegyre felfelé menett, gyorsan eszmélt, és három másik versenyzővel az élre áll. Szekeres, Víg, Glajza és Müller alkotta M4-est. Végül az esőzés miatt veszélyessé vált utolsó lejtő eltörlése után, a Bükszentkereszti hegyi hajrából befutóvá avanzsálódott első kategóriás emelkedőre a német fiú ért fel a leghamarabb, mivel Udo úgy haladt föl a Bükkbe, mintha csak a fekete erdőben lenne. Szakaszgyőztes tehát Udo Müller. Hát abban a szempontból jó volt, hogy rögtön a rajt után egy 20 kilométerrel egy szökésbe keveredtünk, tehát durván egy 150-nel a vége előtt, amiben olyan emberek voltak csak elől, akik összetettben nem voltak, egyedül a Podbrezovával egy ember, de ő se az első közül, tehát nekünk ezt mindenképpen menni kellett, úgyhogy úgy, ahogy próbáltam is itt vezetni, de azért tartalékolni a hegyre. Sajnos a hegy előtt nagyon megálltunk, nem tudom miért, elkezdtük egymást nézni, és ott a 2,5 perces előnyből nagyon hamar lefaragta az elmenés 1 percre az előnyt. Ott pont elkezdődött a hegy, és ott meg már nem volt mese. Ott el kellett kezdeni maxokat menni, így 2-3-an maradtunk, és egy kb. 5 kilométerrel vége előtt klubtársam Szekeres Csaba úttól is ért minket, ami nagyon jó volt, mert ezt a két főt, akikvel voltunk, illetve aztán később 3-at, ezt így elrántotta a mezőny elől. Sajnálom, azt hittem, hogy meg fogja tudni nyerni ezt a szakaszt, mert szerintem ő volt négyünk közül a legerősebb. És ez a német gyerek itt 500 méterrel a vége előtt nagyon eltávolodott tőlünk, egy olyan 10 méterre tudtam megközelíteni. Az összetett versenyben vezető Remák Zoltán továbbra is élvezheti a sárga trikót, míg a legjobb magyarnak járó Bordó a szakasz után az 5. helyen álló Garamszegi Lászlót illette meg. Nagyon gondolok rám, és bízok is benne, hogy sikerül másodszor is megnyernem összetettben. Neked nagyon jól megy, de úgy látszik a szerencsét, azt elvitted a Fraditól magaddal. Igen, végül is nekik is ez nagyon fontos verseny, de így nekem is, hogy végül is magyarnak érzem magam. Hát sajnálom, hogy második, harmadik helyen esetleg, hogyha összejönne nekik, annak én örülnék. Már másodszor a pirosa. A piros trikó továbbra is a szlovák Prázdnyovszkin van, míg a kék az ausztrál Fruon feszül. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. A miskolci befutót követően a hétvégi pihenés helyett a túr legkeményebb napja virratta résztvevőkre szombaton. A mindfáradtabb mezőny számára igazi felüdülést jelentett, hogy néhány nappal a nagy testvér, a Tour de France befutója után, a verseny főszervezője Jean-Marie Leblanc is ellátogatott hazánkba, hogy megnézze a magyar túr utolsó 2 szakaszát. Mezőkövesd már a népvándorlás korában lakott település volt. Az első írásos emlékei az 1200-as évekre nyúlnak vissza. A Bükk-hegység déli lábánál az Alföld és az északi középhegység találkozásánál fekvő Mátra Bükk kiemelt üdülőkörzetbe tartozik, és nem mellékesen a népművészetéről méltán híres Matyóország fővárosa. A körversenyek legnehezebb szakaszát szokták királyetapnak nevezni. Az idei túron ezt a címet egyértelműen a szombati rész érdemelte ki, hisz 142 kilométeres távhoz 2 olyan csúcs megmászása is tartozott, mint a Kékes és a Gajatető, amik már önmagukban is komoly erőtételnek számítanak. Lesz jó pár részhajrá, hegyi és sprint részhajrá egyaránt. Azok a versenyzők, akik az összetetben már elveszítették a lehetőséget arra, hogy érmes helyezést érjenek el, viszont az egyéb disziplinákban, tehát a sprint és a hegyi összetetben még van keresni valójuk, azok nem foglalkoznak a befutóra való erőtartalékolással, hanem már a sprinteken ellövik a puskaporukat, hát ha ez jobban fizet, mint a vége.
Azt hiszem a szél inkább nekünk kedvez. Hogyha a csapat jól fog együttműködni, akkor sikerül végig szélárnyékban mennem, és így meg tudom spórolni az erőmet a végéig. A mai napot mindenképpen nyernünk kellene. Hát itt előjövünk újra, körülbelül úgy, mint tegnap, mert Garamszegi Laci csak azért nem ért fel a spincen, mert defektet kapott az utolsó 6 kilométeren. Úgyhogy Szekeres Csabira is mindenképpen számítunk, és úgy érzem, hogy komoly esélyünk van arra, hogy szakasz nyerjünk. A mezőkövesdi rajt után szinte néhány méterrel Berkesi András, Lengyel Gábor és a cseh Henrik ellépett a mezőnytől. Berkesi egyébként meg is nyerte az első részhajrát, ám nem sokkal később Noszvajon 70 km/órás sebességnél hatalmasat bukott, így feladta a versenyt. Igazából a sárga trikót őrző Remák csapatának csak a legjobb magyar Garamszegire kellett figyelnie, hisz ő 4,5 perces összetett béli hátránya még behozhatónak tűnt egy sikeres szökéssel. Ezért is volt meglepő, amikor a 26 éves fradista kerekes, dacolva az elemekkel, egyedül lépett meg a mezőnytől, hogy közel 15 km alatt beírja az addigra már Kiskóval és Varvukkal hatfősre dúzzat élbolyt. Nem jó. Nem az igazi. De hát legalább nézem. Jobb, mint a kórházba feküdnék sokkal. És mi a tipped a mai napra? Mi a tippem? Aha. Hajrá, Fradi, mindenképpen. A pásztói részhajrát Garamszegi hozta Henrik és Kiskó előtt. A szökevények olyan jól dolgoztak együtt, hogy előnyük 5-20 felé is nőtt, ekkor már a sárga trikót is magán érezhette a zöldek utolsó esélyese. Gajatetőhöz közeledve már csak Varvuk és Garamszegi bírta a tempót, így utóbbi az első kategóriás hegyi hajrát és a velejáró pontokat is begyűjtötte. Az utolsó 7 kilométeres kékes mászásnál azonban rettentően elfáradt Garamszegi, így nem elég, hogy Varvaruk az utolsó métereken lehajrázta őt, még a szlovák Podbrezová két ásza, Remák és Praznovski is majd egy percre jött fel rá, így a sárga trikót végül Remákon maradhatott. A kékesre egyébként jókor a tömeg jött össze, szép számmal érkeztek amatőr kerekesek is, akik közelről csodálhatták az igazi nagy menőket. Az eredményhirdetés fényét emelte, hogy a sárga trikót Jean-Marie Leblanc adta át Remák Zoltánnak, aki már 3 etap óta őrzi a dresszt, akárcsak klubtársa Martin Praznovski, aki vasárnap is pirosban tekerhet, hisz ő vezeti a gyorsasági pontversenyt. Garamszegi László remek hegymászása után a kék, legjobb magyarként pedig a bordó trikót is megkapta, igaz ő 10 kilométerrel a befutó előtt még egy más színben képzelte el magát. Gyere innen, ne s***csába! Nagyon csalódott voltál, a végén pedig zseniális szakaszt teljesítettél. Igen, csalódott voltam, mert ez az egész körverseny egyszerűen egy pek széria volt, és itt ez a második hely is. Én kudarcnak fogom föl, bár nem olyan rossz, azért így utólag. Hát kétszer kaptam defektet a spicről, úgyhogy igazán nem, meg hát így a hegy aljában még 5,5 perc volt, úgyhogy még az összetetre is lehetett volna esélyem, hát így az sem. Bizony az igazság, hogy ez tényleg elég kemény szakasz volt. Hát igazán én számítottam rá, hogy nekem nagyon nehezen fog menni az egység, tehát csak ezt inkább nem mondtam meg senkinek sem. De csapattársaknak sem? De a csapatban tudták, hogy azért gondjaim vannak így a hegyel, de így, hogy segítettek egész verseny alatt, az egész szakasz alatt, meg rajta van a sárga trikó, így inkább most a cíkámból ott itt a teljesítményemben, mert tényleg, hogy majd elájultam a célban, rátértem a célszalagon. Güttler Károly olimpiai felkészülését megszakítva hódolt kicsit szenvedélyének, a motorozásnak, hisz bár kevesen tudják, de ő szállította a táblás embert. Úgy indult az egész, hogy szeretek motorozni, és a kettőt akkor összekötjük, tehát segítek is, és motorozok is. Mi a feladatod? Hát a táblás emberrel megyünk mi, és fölírjuk az elmenést, a leszakadást, és akkor bemutatjuk a versenyzőknek, meg a versenybíróknak. Nehéz feladat? Vannak pillanatok, amikor igen nehéz, például ilyen hegyi szakaszokon, és vannak pillanatok, amikor egészen könnyű a síkterepen. Nem kaptál úgy kedvet a kerékpárhoz, hogy majd te is kipróbáld egyszer, mint tekerő? Semmiképpen. Egyszer egy barátom elvitt, hogy menjünk mountain bike-ozni, és egy 35 kilométeres esős úton mentem végig, de hát az ott ingatja, én azt mondtam, annyiból elég is, nem kell több. Moci hogy bírja? Motor az nagyon jó bírja, hát ezek most itt kölcsönbe vannak, nem a saját motorom, de hát ez brutális, ez ide való. D'abord le parcours m'a bien plu et
Remeknek találtam a mai szakaszt, főleg a befutó itt a hegyen, ez nagyon megragadott. Kicsit hasonlított a mi vózsi részünkhöz. Mondtam is a versenyigazgatónak, hogy ezt egy igazi legendás etapként mindig bele kellene építeni a programba, hogy mitosszá váljon. Mint az Alpe d'Huez? Igen, például, mint az Alpe d'Huez, csak kicsibe. Nagyon szorítottam a magyar versenyzőnek a végén, jó volt. És kellően erős a mezőny is, igazán jó csapatok jöttek el az idén, ám bár ezt még tovább lehet fejleszteni. Ami pedig a rendezést illeti, komoly hibákat nem találtam, a biztonság, a helyszín abszolút megfelelő szintű volt. Jó kis verseny ez. Egy körverseny utolsó szakaszán íratlan kerékpáros szabály, hogy már nem nagyon illik támadni a sárga trikót. Ennek megfelelően látványos sprintet ígért a budapesti befutó. A versenyzők kicsit fáradtam, ám még inkább megkönnyebbülten készülöttek a 2004-es Tour de Hongrie záró etapjára. Gyöngyös nevét az oklevelek először 1261-ben Gungusként említik. A török uralom alatt a gyöngyösi szőlőművelők és bortermelők a három részre szakadt ország területén szabadon kereskedhettek boraikkal, ehhez királyainktól kiváltságleveleket is kaptak. Műemlékekben gazdag Hild-díjas település. Gyöngyös és környéke az a hely, ahol a nap és a hegy összeér, tartja a helyi mondás. 132 kilométert kellett teljesítenie a mezőnynek az utolsó versenynapon két harmadik kategóriás hegyi hajrával, amelyek kulcsfontosságúnak bizonyultak a kék trikóért vívott harcban. Budapesten pedig látványos befutó Újbudán, igazi nézőcsalogató etap tehát. Az utolsó szakaszról tudni kell, illetőleg a körversenyek során az utolsó szakasz mindig egyfajta presztízs, talán a király etap után következő legnagyobb jelentőséggel bíró szakasz, hiszen minden csapat, minden versenyző szeretné, ha az utolsó szakaszon róla szólna a történet. Már csak azért is, mert józan számítások szerint eldőlt mind az egyéni összetett sorsa, mind a csapat verseny sorrendje. Ezen véleményünk szerint, a szakértők véleménye szerint nem lesz nagy változás. A szakasz rövid, az elmúlt évekből kiindulva igen gyors versenyre van kilátás. A bicikli versenyek elmaradhatatlan résztvevői a motorosok, a héten stábunk operatőreit két rutinos pilóta segítette. A operatőr kollégával nagyon jól együtt lehetett dolgozni a lehetőségekhez képest, de hát ez viszonylag eléggé extrém körülmény, ahogy neki kell dolgozni és ahogy nekünk kell egymásra figyelni. Ma lehet, hogy kicsit gyorsabban mentünk egy rendőrmotoros felvezetéssel, mert mi nekünk kerülnünk kellett egyet, mert olyan kis utcákba vitték be a mezőnyt, hogy mi egy kicsit rövidítettünk, és az autók között szerintem ott talán 2.30 is volt, de mindenképpen a 2.10 az húzamosabb ideig mentünk, úgyhogy az a rekord. 16 kilométer után Szekeres Csaba lépett el a mezőnytől sikeresen, ám az ő szökésének végét egy leeresztett sorompó jelentette. Megtört a jég, a vonat miatt meg kellett állni a biciklistáknak. Később hárman léptek meg, köztük Árvai Attila, aki hozta a nap első hegyi hajráját, és ezzel biztossá vált, hogy klubtársa Garamszegi kék trikóban fejezi be a versenyt. Nem sokára ezt a csoportot is befogta a főmezőny, de rögtön jött az újabb szökés, természetesen egy FTC-s kerekes aktív részvételével. Víga Urél három másik versenyzővel a nyakán hozta az idei túr utolsó hegyi hajráját. A szökevények előnye egészen 1 perc 15 másodpercre duzzadt, amikor folytatódott a Fradi Pech szériája, Víg defektet kapott. Ő azonban csodával határos módon utolérte az élen haladókat, és megint 1 perc fölé nőtt az élboly előnye. Mikor már Újpestre ért a peloton, csökkenni kezdett.
lett a távolság. Az első újbudai körnél 47 másodperc, a másodiknál már csak 15 volt a különbség. Az elől haladó hárombringást az utolsó kör közepén kebelezte be a megvadult folyamként hömpölygő főmezőny, így az előre megjósolt sprintbefutóra került sor. Ennek során a Cycling News csapata az ausztrál Cody Stevenson révén megszerezte második szakasz győzelmét az idei körversenyen. Remák Zoltán a túr történetének harmadik olyan kerekese, aki duplázni tudott. Összesítésben 20 óra 36,5 perc alatt teljesítette a 853 kilométert, és picivel több mint 2 percet vert a második helyezett ausztrál Filip Thuóra, 2,5 a harmadik szlovák Martin Prasnyovskira. Végül is az egész csapat számít arra, hogy megőrzem, főleg, hogyha képesek segíteni, és hát tudtak segíteni ebben. Hát igen, de azért már jobban aludtam, mint előző napokon, mert eléggé biztos voltam magamban, hogy sikerül megtartanom a sárga trikót. Meglett a piros trikó is csapatban is. Ti lettetek a legjobbak, lehet ezt überelni? Hát elég nehéz az az igazság, mert biztosan szerencsénk is volt, hogy ez így alakult, de nem kell mindent akarni, hogy nekünk ez bőven elég volt így. A legerősebb csapatnak a Podbrezova bizonyult, a legjobb sprinternek járó piros trikót Remák csapattársa Martin Prasnyovski nyerte, míg a legjobb hegyi menűnek járó kéket és a legsikeresebb magyarnak dukáló bordót Garamszegi László vihette haza. Hát ezt a túrt, ezt úgy kell értelmezni, hogy ez a egyszerűen legpekhesebb túrom, szóval tavaly is mondjuk elestem az utolsó előtti szakaszon, akkor fel is kellett adnom a versenyt, viszont akkor nem voltam esélyes. Most meg úgy érzem, hogy esélyes voltam az összetetre is, főleg a pécsi szakaszon, amikor a Remák Zolival elmentünk, akkor elég jó erőbe éreztem magam. Ott még bármi lehetett volna, tehát ott még nyílt volt a verseny, és utána, ahogy Bükszentkereszten is defektet kaptam, ott aztán végképp elúszott minden. És még itt az utolsó szakaszon is kaptam időt. Az alvástól az elmúlt héten kicsit elszokott főszervező, immár nyugodtan készülhetett a másnapra. Nehéz hit után vagyunk, de azért igyekszem visszaszokni a normális menetrendbe, hogy éjszakánként aludjak, és ne a irodában a másnapi tervet böngészük. Úgy hiszem, hogy érdemes volt ezen a héten ennyi embernek ilyen keményen dolgozni, hiszen szép verseny után vagyunk. Ezzel a mezőnnyel, ilyen útvonalon, ilyen nehéz versenyt terveztünk és csináltunk, úgy hiszem, hogy ez nem lehetett más, csak színvonalas. Tehát olyan rangos mezőny jött itt össze, és olyan szakaszok voltak ezen a hét során, Kékestetőtől kezdve a Békés Csabai időfutamig, vagy akár mondhatnám a pécsi emelkedőket, hogy ez önmagáért beszél. Je t'en ai dit tout, j'aime pas quand ça dure, j'ai pas d'intention.